Közeleg a bajnoki rajt, és a többi csapathoz hasonlóan a nyíregyháziak is igyekeznek a lehető legjobb formába kerülni a nyitányra. Hollósi László együttese az elmúlt hétvégén Szlovéniában vett részt a Kamnik kupán. A házigazda Calcit Kamnik csapatával nagy csatát hívott a Nyíregyháza, amely végül 3-2-es vereséget szenvedett. A horvát Mladost Zagreb ellen 3-1-es győzelmet aratott a magyar csapat. Csütörtökön az Újpesttel játszott 2-2-vel végződő felkészülési meccset a Fátum Nyíregyháza, amelynek vezetőedzője nem volt elégedett a látottakkal. Nem is az a probléma, hogy mondjuk az első két játszmába kikaptunk, hanem a miértje. Én mindig ugye el szoktam mondani a játékosoknak, hogy itt nem magunkért játszunk, hanem azért játszunk, hogy kiszolgáljuk a közönséget. Ilyen lélektelen hozzáállás, meg kell, hogy mondjam, elfogadhatatlan. Utána én úgy gondolom, hogy sikerült azért a problémákat orvosolni, tehát a harmadik, negyedik játszmában már valamicskét megcsillogtattunk abból, amit tudunk. De hát tegnap már beszéltem a játékosokkal mérkőzés után, bár nem szeretek rögtön értékelni, és itt nem is igazából értékelésről volt szó, de egy kicsit váltanunk kell. Tehát eddig nagyon szép volt és jó volt minden. Amikor kicsit döcögősebb és nehezebb időszak van, akkor az akaraterő és az elhatározásnak fontos szerepe van. De én úgy gondolom, a lányok vannak annyira értelmesek, hogy ezt is helyén tudják kezelni, és igenis a bajnoki rajtig, illetve a fontos mérkőzésekig ezeket helyre tudjuk tenni. A Fátum Nyíregyháza október 12-én Szombathelyen kezdi a bajnokságot, hazai környezetben pedig egy héttel később az MTK ellen mutatkozik be Hollósi László együttese.